Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa TV híradója. Főbb híreink előbb csak egy-egy mondatban. Gyökerek, folytatódott a kanizsai esték. A vendég ezúttal Steinbach József volt. A nagy nap, 7. alkalommal rendezték meg az esküvő kiállítást a HSMK-ban. Elismerés. Díjátadóval ünnepeltek a kiskanizsai labdarúgók. Magyarság, kereszténység, reformáció. Folytatódott a kanizsai esték előadás sorozata. A helyi gyülekezet vendégezúttal Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke volt. Kik vagyunk, hova tartozunk? Erre a két kérdésre kereste a választ Steinbach József a nyilvános előadáson. Nagyon hálás vagyok az Úristennek azért, hogy Püspök úr a mi vezetőnk, és tanulhatunk tőle alkalomról alkalomra, alázatot, tudást, szeretetet, amelyel szeret bennünket. Steinbach József szerint olyan időket élünk, amikor a világban mindenki mondja a magáét. Azt mondta, hirdetni kell, hogy van út, van irányjelző, amire ha rálépünk, az a megérkezés felé visz. Az embereknek szükségük van arra, hogy egy biztos, eligazító, határozott hangot halljanak, és Jézus Krisztus evangéliuma ez, amely akkor, ugyanakkor mindig megőriz bennünket a szabadságunkban, és az üdvösség felé visz bennünket. Steinbach József a Kanizsa Televízió kérdésére leszögezte, meg kell védenünk a keresztjén Európát. A Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hangsúlyozta, soha nem a másik ellenében, hanem mindig a másikért és egymásért határozzuk meg önmagunkat és hitünket. A kanizsai esték következő előadásának vendége dr. Tőkéci László történész, egyetemi tanár lesz. Fehérben, feketében. Idén 7. alkalommal rendeztek esküvő kiállítást a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A szervezők szerint országosan csökken az érdeklődés az ilyen bemutatók iránt, Nagykanizsán viszont még mindig sokan látogatják a látványos programot. Több száz érdeklődő és csaknem 40 kiállító találkozott szombaton a HSMK-ban. Az esküvő előtt álló pároknak mennyasszonyi ruhaszalonok, ékszerészek, virágkötők, cukrászok és hivatásos vőfély is kínálta szolgáltatásait. Mi vőfélyek igyekszünk a régi megszokott népies sémán megmaradni, csak egy kicsit betesszük már a mai elvárásoknak modernebb, megfelelő változattal, kicsit elegyítjük ezt az egész dolgot, és így azért a mai fiatalság is jobban megérti. A széles kínálatból mindenki ízlése szerint válogathatott. Nagyon tetszik, nagyon sok választék van, úgyhogy esküvünk az jövőre lesz, de biztosan tudunk választani. A hagyományos értékek iránt is van igény a fiatalok körében. A hagyományos esküvőt szeretnék, szeretnénk templomi esküvőt, szép mennyasszonyi ruhában, vőfénnyel, úgyhogy mint régebben. Az elmúlt 4 évben folyamatosan emelkedett a házasságkötések száma Magyarországon. A szervezők szerint azonban az esküvő kiállítások látogatottsága csökkenő tendenciát mutat. Egy kicsit a nézőszám mindenhol csökken. Ez, ha pénzes, ha ingyenes a belépő, mindenképpen csökken. Lehet, hogy az az oka, hogy most már minden étterem vagy szálloda ilyen esküvő nyílt napokat csinál, és nagyon sokan arra elmennek, és akkor egy ilyen nagyobbra már kevésbé. A rendezvényt az esküvői ruhabemutatók mellett gálaműsor is színesítette. Nagykanizsai kötődése is van a svájci magyar Florian Weissnek, aki a napokban együttesével jazzkoncertet adott a Medgyaszai házban. A programon a kanizsai nagyi is részt vett, persze nézőként. A Harsona volt az est egyik főszereplője a Voodooism koncertjén. A svájci zenekar 2 éve alakult, és a napokban Magyarországon turnézott. Szeretettel köszöntjük titeket ma este! A kvártett a javarészt budapesti koncerthelyszínek mellett Nagykanizsára is ellátogatott, ugyanis itt a nagyszülőknél töltötte gyermekkorában a nyarakat a csapat vezetője Florian Weiss. Én a tenkes kapitányát meg ilyeneket néztem, és annak a zenét is nagyon szerettem. Tehát biztos szerintem, majd kíváncsi vagyok a visszajelzésre, hogy a nézők vagy hallgatók szerint is észre lehet venni valami ilyen magyarságot a zenémben.
A fiatal zenész legnagyobb rajongója természetesen a ma már Hévízen élő nagymamája, aki szintén ellátogatott a koncertre. El vagyok ragadtatva az unokámtól, természetes, hogy elfogult is vagyok. Én most hallom őt ilyen fokon először zenélni. Az esten saját szerzemények csendültek fel, és néhány ismertebb dallam áthangszerelt változata. A zenészek a tervek szerint szeptemberben stúdióba vonulnak, hogy elkészítsék bemutatkozó lemezüket. Utána ismét turné következik, és még az is elképzelhető, hogy újra útba ejtik Nagy Kanizsát. További híreink, röviden. Ivartalanítási akció. Az Élettér Állat és Természetvédő Egyesület német partnerének támogatásával idén is támogatja a szukakutyák és nőstény macskák ivartalanítását. Mindez nem csak a szaporulat gondját és felelősségét oldja meg. A kedvencek hosszabb életűek lesznek a beavatkozás által, és egyes súlyos betegségek kialakulásának lehetősége is csökken. Az akció február 20-án indul, önköltsége kutyák esetében 8000, macskáknál 5000 forint. Jelentkezni lehet az Adi utcai otthonban személyesen, vagy a képernyőn látható telefonszámokon. Szalagok. Több száz középiskolás diák életében hamarosan lezárul egy korszak, amit jelez a feltűzött szalag is. Pénteken a Nagykanizsai Szakképzési Centrum két tagintézményének végzősei tartották szalagavatójukat. A Műszaki Szakképző Iskola 9 végzős osztályának mintegy 130 tanulója vett részt az eseményen, és pénteken tartotta szalagtűző programját a centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája is. Most 5 végzős osztály vonult fel a Russai Olivér csarnokban, az ünnepi programot az iskola alkalmi fúvószenekarának műsora színesítette. Kinder meglepetés, mozi egy, pattogatott kukorica. A nagyböt első hetének végén szombaton tartották a Hevesi Sándor általános iskola alsó tagozatos farsangi bálját. A mesefigurák, rajzfilmhősök, herceg kisasszonyok mellett sok saját készítésű egyedi jelmez is felbukkant. A maskarás felvonulás torna bemutató és az iskola növendékeinek műsora kísérte. 18 órányi játék. Két pályán 24 indulóval rendezték a KM Light világítástechnika 6. pontszerző nyílt amatőr férfi páros teniszversenyt Nagykanizsán. Baranyás Zoltán szervező szerint jó színvonalú, erős küzdelem után dőlt el a végleges sorrend. A pontversenyben a 6. forduló után két kanizsai versenyző áll az élen 1-1 pont különbséggel. A sorozat március 12-én nyílt amatőr páros teniszversennyel folytatódik. Emlékezet és elismerés. Ismét átadták a legjobb kiskanizsai labdarúgóknak járó díjakat, ezúttal egy válogatott mezisgazdára talált. 11. alkalommal adták át a Horváth János, valamint 4. évben a Lervenc József emlékdíjakat Kiskanizsán. Emlékezünk két kiváló kiskanizsai labdarúgóra, akik a kiskanizsai csapatban sokáig futballoztak, ahogy hallottuk a 60-as, 70-es években én is a kisgyermekkoromat éltem, és édesapámmal szinte minden sáska meccsen kint voltunk. Tóth Nándor alpolgármester kiemelte, Nagykanizsa távolabbi célja egy NB-s csapat megteremtése, ehhez azonban elengedhetetlen a minőségi utánpótlás nevelés. Horváth Balázs, az egykori kiváló labdarúgó, Horváth János fia, a labdarúgás egészségmegőrző, közösségépítő szerepét is hangsúlyozta. A legjobb utánpótlás gyermek labdarúgó díját Őri Alex kapta. A serdülők között Kismárkot jutalmazták, az ifjúsági korosztályban pedig Kisharmadás Kristóf vehette át az elismerést. A Lervenc József díjat a felnőtt csapatból Ganzer Szilárd érdemelte ki. Nagyon szépen köszönöm az elismerést, hogy így már másodszorra elnyertem. A futball számomra nagyon sokat jelent, imádok focizni, egészen kiskorom óta. Az eseményen egy külön díj is gazdára talált. Juhász Roland felajánlása révén Őri Mátyás Mihály egy válogatott mezzel lett gazdagabb. Horváth Ferenc, a Kiskanizsai Sáskák Sportegyesület kuratóriumi elnöke elmondta, az elismerést nem mindig a legjobb játékos kapja, számít az is, hogy a pályán és a pályán kívül, például a tanulásban hogyan teljesít valaki. Főbb híreink ismét egy-egy mondatban. Gyökerek. Folytatódott a kanizsai esték. A vendég ezúttal Steinbach József volt.
A nagy nap 7. alkalommal rendezték meg az esküvő kiállítást a HSMK-ban. Elismerés. Díjátadóval ünnepeltek a kiskanizsai labdarúgók. Ez volt a Kanizsa TV híradója. Híreinket, műsorainkat nézzék meg honlapunkon is. Ez a www.kanizsatv.hu. Most munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!